9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Ferencvárosi Pince Galéria, Múzeion Galéria és a legújabb, a Tárkapu Galéria. Ezek a mai Kultnegyed helyszínei. A Ferencvárosi Pince Galéria Ferencvárosi Művelődési Központ és intézményeinek képzőművészeti kiállító tere, ami már hosszú múltra tekint vissza. Emlékeim szerint a 80-as évek eleje az egy rendkívül izgalmas időszak volt itt ebben a kis galériában. Mindig figyelemmel követtem a kortárs képzőművészetet, és úgy emlékszem, hogy az akkori, hát mondjuk azt, hogy politikai közeg tulajdonképpen kedvezett annak, hogy volt egy ilyen kicsit eldugott, kicsit félig a föld alatt létező galéria, és az akkori kurátorok, vagy akik ezzel foglalkoztak, nagyon ügyesen megtalálták mindazokat az alkotókat, akik hát nem nagyon juthattak talán szóhoz. Ettől figyelemre méltó dolgok történtek itt. Rengeteg galéria található ma már Budapesten. Milyen szerepet szántál ennek a galériának itt a Mester utca sarkán? Hát ez egy fogos ravasz probléma, a szerep megtalálása, ugyanis ugye tele van magángalériákkal a város, hál' Istennek tele van állami fenntartások, kisebb, nagyobb és hát óriási intézményekkel is. És erősen kialakult arculatot csinálni ma nem olyan egyszerű. Tehát ezt fel kell építeni. A legtöbb magángaléria képes erre, mert ott ugye az anyagiak erősen dominálnak, tehát hogy úgy mondjam, a saját maga által támogatott művészekből összehoz egy kisebb csoportot, és folyamatosan ugyanazokat sztárolja. Természetesen ennek üzleti értek a mozgatórugója. Na most, amikor egy galériát nem kényszerít, hál' Istennek, ilyenfajta bevételre, vagy műtárforgalmazás valami, akkor annyiban szabadabb, hogy válogathat, hogy kit mutasson be. Ugyanakkor érdemes belegondolni, hogy ma a legesleg fiatalabb generáció az, akivel nem törődik senki. Tehát számukra megjelenni nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy ez a kis galériánk ez erre hivatott. Művészettörténész vagyok. Itt a Pince Galériában a szakmai vezetést vállaltam Horváth Károly felkérésére. Ezt tavaly szeptemberben kaptam, hogy állítsak össze egy programot. Én akkor már egy éve kutattam Körösényi Tamás életművét, úgyhogy egy nagyon jó lehetőségnek láttam, hogy egy olyan kiállítás sorozatot rendezzünk itt, amely Körösényi Tamás munkáit és az ő tanítványait és a tanítványainak a tanítványait is megmutatja, tehát ez egy négy részes kiállítás sorozat volt, ahol is a cél az volt, hogy átnézzük, hogy a kortárs szobrászat terén mondjuk a 60 évesek generációjától a Körösényi Tamástól kezdve egészen a 16-17 éves fiatal kisképzőbe járó szobrászokig van-e egy olyan közösség a több generáció alkotó művében, amelyet a Körösényi Tamás pedagógiai munkásságával össze lehet kapcsolni. És hát most már túl vagyunk ezen a négy kiállításon, úgy tűnik, hogy ez sikerült. Szakmai szempontból, művészettörténeti szempontból számomra is nagyon sok tanulságot hozott. Az az elképzelésem erre az évre, hogy egészen fiatal, frissen diplomázott festők, szobrászok, intermédia szakos hallgatóknak a munkáit kellene itt bemutatni. Nem biztos, hogy azonnal mondjuk a képzőművészeti egyetem elvégzését követel, mondjuk ez a hallgató azonnal bejutna a kereskedelmi galériákba. A körösényi szisztéma után pedig, ahogy említetted, továbbra is a fiataloké a terep, éppen most Trap Dominikáé. Igen, tehát ezt az évadot vele kezdtük. Ő tavaly végzett, 2012-ben végzett a Képzőművészeti Egyetem festőszakán. Nem csak fest, ír is, és
kurátorként, művész kurátorként is most már ismeri a kortárs művészeti szcéna. Amikor most felkértem, hogy ezt a tárlatot csináljuk meg, akkor az volt a cél, hogy válogassuk össze az eddig készült munkáit, ugyanis egy nagyon fontos és jó lehetőség egy festő számára az, hogyha egy ilyekkora térben ki tudja rakni egymás mellé a munkáit. Nemzetközi szénában a világhírű képzőművészeknek, hogyha biográfiáját megnézzük, akkor rendszerint mindig egész fiatalon van egy ilyen retrospektív tárlat, ami lehetővé teszi azt, hogy határozottabban, markánsabban alakuljon aztán az életmű. A másik apropójának a kiállításnak az, hogy ebben a hónapban egy országos nőnapi rendezvény keretébe is illeszkedik, Nők lápja címmel. Milyen és miért lápos az a vidék, ahol a nők járnak, és milyen nők járnak rajta? Hát ez egy szóviccből indult, a Nők lapja az alapja, és hát ez a Nők lápja dolog, ez onnan jött, hogy elkezdtem sellőket festeni 15 éves korom környékén, ezt a lábvidéket próbáltam feltérképezni, ahol azok a sellők élnek, és hát ez nyilván szimbolikus, de valószínűleg valami lélek, és álmok, és ösztönök, és egyéb ilyen zavaros dolgoknak a szimbóluma ez a lábvidék. És milyenek azok a nők, vagy ki az a nő, kik azok a nők, akik itt élnek? Hát többféle karakter is van, legalábbis akik felbukkannak a képeken. Vannak dominánsabbak, vannak alávetettek, vannak bizonyos természet feletti képességekkel rendelkezők, szóval ezek nem tudatosan kialakított karakterek, de ettől függetlenül jellemezni lehet őket. Említetted ugye, hogy nagyon sok dolog van, ami nem tudatos, mégis ugye a művészet, az alkotás az alapvetően azért egy tudatos folyamat. Tehát mi az, ami a tudatos rész, és mi az, ami már azon túl van? Azt tapasztalom, hogy a legjobb műveim azok úgy születnek, hogy mondjuk a 80% az öntudatlan, és a 20% pedig tudatos, és az a rész az, amikor az öntudatlanul létrehozott dolgokat megpróbálok értelmet találni, megrendszerezni. Szóval én, ahogy tetszik, tudatosan használom a tudattalan működéseket. A Múzeion galériában rendhagyó módon nem kiállítás megnyitón, hanem záráson vettünk részt. Hung György művei március elejéig voltak láthatók a galériában, ahova sokan eljöttek a kiállítás zárónapján is. Ebből az alkalomból mutatták be ugyanis a művész képregény című könyvét. A Múzeion numero uno, itt a budapesti Üléi út 3-ban, a Nemzetközi Kerámia Stúdiónak a budapesti kiállítóhelye, ugyanakkor pedig a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyeknek szintén a kiállító tere. Tehát ez úgy nézett ki, hogy ugye megalapult a Nemzetközi Kerámia Stúdió, létrehozta ezt a galériát, viszont 2011-ben összevonták a Nemzetközi Kerámia Stúdiót a Forrás Kiadóval, valamint a Zomenc Művészeti Alkotóteleppel, és ez a három műhely most a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyeket képezi. Maga a stúdió 1975-ben alakult, Probstner János keramikus művész alapította, illetve hozta létre a Bács-Kiskun megye, illetve Kecskemét város segítségével, valamint ugye a megye és a város támogatását és fenntartását élvezhette maga az alkotótelep. Ugye azóta több mint 30 éves töretlen sikerrel és működést tudhat maga után. Ugye, amit nagyon fontos tudni róla, hogy ma már az egyetlen egész évben működő és folyamatos programokat, illetve mesterkúzósokat kínáló kerámia alkotótelep a stúdió, és bízom benne, hogy ez ugyanúgy folytatódni tud, illetve tudjuk azt a színvonalat hozni, amit eddig
ugye külföldön is nagyon sokan ismernek, és rengetegen látogatnak el hozzánk. Ugye a galéria az 2007. decemberében nyitott, Nemzetközi Kerámia Stúdió több mint 3000 darabos gyűjteményének egy ilyen kisebb összefoglaló kiállítását lehetett itt látni, utána pedig különböző egyéni, illetve csoportos kiállításokat lehetett látni. Ugye a galéria az a Ferencvárosi Önkormányzat segítségét, illetve támogatását élvezi, ugyanis ez egy önkormányzati bérlemény maga a helyszín, és nagyon sokat köszönhetünk nekik, úgymond, hogy itt lehetünk, másrészt pedig nem egy kiállításunkat támogatták ők is, illetve segítettek hozzá, hogy létrejöhessenek. A galériának a fő profilja a kerámia, illetve a szilikát művészetek. Ugye főleg világhírű keramikusok, porcelántervezők mutatkoztak itt be. Volt például japán művészünk, volt lett művészünk, de rengeteg magyar szakmailag kiemelkedő keramikus művészünk is bemutatkozott itt. Mennyire népszerű vagy elismert műfaj egyébként ez itt Magyarországon? Hát egy kicsit szerintem hátrányos helyzetben van, pontosan azért, mert sokszor nehéz eldönteni, hogy hova is tartozik, hogy az alkalmazott művészet, illetve az iparművészet területét fedi le, vagy a képzőművészetét, mert igazából szerintem ez pont egy olyan művészeti ág, ami mindkét területen tökéletesen megállja a helyét anyagtól, vagy technikától függetlenül. Egyértelmű volt a kezdetektől, hogyha szobor, akkor az anyag az kerámia lesz? Hát igen. Én középiskolás koromban ismerkedtem meg a kerámiával, kerámia anyaggal. Utána dolgoztam mással is, fával is, kővel is, de tulajdonképpen a kerámia állt mindig hozzám. A kerámia anyag állt mindig hozzám legközelebb, és legutóbbi időben meg a porcelán. Talán éppen azért, mert hogy ez az anyag, ez festhető, és nálam a színek azok korábban nagyon fontosak voltak, és most is imittam ott visszatérnek a szobrokon. És a festhetőségen túl a porcelán meg a kerámia mivel tud az ön számára többet, mint mondjuk a többi anyag, amit általában a szobrászatnál használnak? Finomabb. Nekem finomabb, nyers állapotban képlékenyebb, könnyebben alakítható, engedelmesebb, mint a többi anyag. És az is fontos volt, hogy mikor kiégetjük, mondjuk a porcelán, az rettenetesen kemény lesz, fantasztikusan kemény, sokkal keményebb, mint a kő. Ugyanakkor meg nagyon törékeny. Tehát ez a keménység, meg ez az esendőség, vagy ez a törékenység, ez fontos számomra. Ezek a munkák ugye állatfigurákat ábrázolnak. Ez az embernek egy kicsit az állati voltát, vagy éppen az állatnak az emberi voltát hivatott megmutatni? Tulajdonképpen egyik sem. Én úgy gondolom, hogy itt az állatfigurák azért szerepelnek már régebb óta, mert azok a dolgok, vagy azok a tartalmak, amikről beszélek, azok emberfigurákkal elmesélve talán túl direktek, vagy túl didaktikusak lennének, és ezért választottam az állatfigurákat. Utolsó állomásunk Ferencváros legújabb kiállítótere, a Tártkapu Galéria. A Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, azaz az OPNI megszűnésével a mentális zavarokkal küzdő művészek galériája is bezárt. A betegek nagy része a Merényi Gusztáv kórházba került. Az itt létrejött gyógyító célú foglalkoztatóban folytathatták alkotó munkájukat. Ferencváros önkormányzata pedig kiállító helyiséget is biztosított számukra a Hőgyes Endre utca 2 szám alatt. 5 év kényszerszünet után tehát újra nyíltak a kapuk, erre pedig sokan kíváncsiak voltak. A Tártkapu Galéria 2004-ben nyílt meg az OPNI területén egy csodálatos rakott kőfalas pince galériában, és amikor 2007-ben bezárt az OPNI, akkor innen jönnünk kellett nekünk, és a Merényi Kórház fogadott be minket. Nem kell mondanom, hogy ez nekünk is mekkora csalódás és mekkora térdreomlás volt. És 5 év kellett ahhoz, hogy újra építsük magunkban a hitet, meg az erőt, hogy megteremtessük a pácienseinknek azt a lehetőséget, hogy ők méltó művészként tudják megmutatni magukat. Nagyon-nagyon örülünk, hogy a belvárosban, a belső Ferencvárosban egy ilyen lehetőség jött létre,
mivel így már méltó körülmények között tud szerepelni ez a művészet a nagyvilágban is, és hazánkban is. Egy hónapja vagyok a kórháznak az igazgatója, úgyhogy én nagyon örülök ennek a galéria megnyitásának, és nagyon örülök és szerencsésnek érzem magam, hogy ez a szocioterápiás műhely az én általam vezetett intézményben van. Munkám egyik első állomása a foglalkoztató meglátogatása volt. Megnéztem konkrétan, milyen tevékenységek folytnak, és hát azt kell mondjam, hogy nagyon örültem neki, mert hogy azt tapasztaltam, hogy nagyon sokrétű és magas színvonalú tevékenység zajlik a foglalkoztató keretében. Hogyan élték meg az alkotók, hogy újra kitárultak a kapuk? Az alkotók, hát ők nagyon-nagyon boldogok. Többen eljöttek a felújítás során, ők maguk is segítettek, illetve többen délután belátogattak, hogy hogyan áll a munka. Még tegnap is itt voltak páran, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, hogy ők is magukének érzik a tárt kapu galériát. Hányan vannak, akik ennyire aktívak? Körülbelül egy 30-an, de reméljük, hogy ez bővülni fog ez a létszám. Ők állandó kiállítók is lesznek? Igen, reméljük, hogy igen. Az Opniban gyerekosztályon is dolgoztam, és vannak olyan pacienseim, akik még az Opniban a gyerekosztályról kerültek át az én felnőtt csoportjaimban, és azóta se hagytak el. Ritter Gábor ilyen, Vilma Edit ilyen, akik ragyogóan dolgoznak. Most azért ezt hozzáteszem, hogy ennyire gazdag ez az anyag, amit látható, ahhoz azért az is hozzátartozik, hogy nem csak művészetterápiás alkalmakkor dolgozhatnak a betegek, hanem van egy ragyogó kerámia műhelyünk, Antalics Erika csinál zenés festést, és akármikor betéved a foglalkoztatóba egy beteg, mindig van alkalom arra, hogy szabadon rajzolhat és festhet. Attól, hogy sokféle módját megtalálhatják a vizuális önkifejezésnek, technikailag is annyira fejlődnek a pácienseink, hogy sokan tényleg művészek lettek, hát látják önök is. Mint pszichiáter, mik a tapasztalatai, hogy a mentális zavarokkal küzdő embereknek mit jelent az alkotás? Hát ez, ahogy itt a galéria megnyitójában is elhangzott Horváth Szabolcs főorvos úrtól, hogy ez nagyon fontos része elsősorban a rehabilitációs tevékenységnek a foglalkoztatása, a művészetterápiának a különböző ágai, nem csak a rajzolás vagy festés, de a különböző zeneterápiák, irodalomterápiák, kreatív foglalkozások, ezek mind nagyon lényeges részei a rehabilitációs folyamatnak. Nem csak az idő eltöltése, hanem a betegek saját hasznosság tudata, illetve a sikerélmény is, amit az alkotás kapcsán szereznek. Hogyan fog alakulni a kiállításoknak a rendje, tehát kik és hogyan tudnak majd itt megmutatkozni? Az Okniban működő tárt kapu galériát példaképpen véve magyarországi árbrüt és outsider művészetet szeretné minél nagyobb közönséggel megismertetni. Ez a fogalom gyakorlatilag a perem területen élők művészetét takarja, akik autodidakta módon önmagukat képezik, és nem tanulnak akadémiákon. Ők lehetnek pszichiátriai intézetekben élők, ahogy például a Merényi Kórház alkotói is, illetve más intézetekben élők, vagy pedig a társadalom peremén élők, izoláltan élők. Például az egyik alkotónk, aki fa szobrokat készít, ő egy kis faluban önmagától tanult meg ilyen gyönyörű alkotásokat létrehozni, és az a célunk a Tárt Kapu Galériával, hogy a magyarországi árbrüt és outsider művészetet a magyar művészeti kulturális életbe integráljuk, illetve nemzetközi kapcsolataink révén a nemzetközi kulturális vérkeringésbe is bekapcsoljuk. Ez azt jelenti tehát, hogy nem csak a Merényi Gusztáv gyógyfoglalkoztatójában készült alkotások kerülnek bemutatásra, hanem, ahogyan említetted, sokkal szélesebb körből merítetek majd. Igen. Szeretnénk tényleg, ahogy a galéria neve is mutatja, hogy tárt kapu, szélesre tárni a kapukat, és a Merényi Gusztáv kórház mindig egy mag lesz, egy olyan alap, amelyre építhettünk, amit mindig tekintetbe fogunk venni. A gyűjteménye mindig látható lesz a galériában, ha nem a falakon, akkor tárlókban, vagy pedig mappákban, illetve a Merényi Kórházban, és utána pedig az a célunk, hogy most egy 2 hónapos kiállítás lesz a Tárt Kapu Galéria gyűjteményéből májusig, és utána pedig elindul egy folyamat, hogy új kiállítások fognak váltakozni. A következő, a németországi legnagyobb outsider art múzeumjánál hozzánk, a Kunsthaus Cannen. Ezt követően szeretnénk egy magyarországi művészetterápiás műhelyek válogatást
bemutatni, hiszen hazánkban is rengeteg ilyen művészetterápiás műhely működik, és az is a célunk a Teltkapu Galériával, hogy egy találkozóhely legyen, ahol mindenki közösen gondolkodhat tovább, hogy hogyan lehetne még jobban fejlődni ebben. A városban is, nem csak a Merényi Kórházban, de például a Pszichiátriai Klinikán is zajlik, van hasonló műhely, ugyanúgy ők is működtetnek galériát. Tőlünk nyugatabbra, még szélesebb körben használt, mint nálunk, de hát én bízom benne, hogy nálunk is ez a módszer is egy szélesebb körben elterjed a jövőben. Az itt kiállító művészeknek egyébként mennyi művészettörténeti ismeretük van, tehát hogy ők abszolút belső igényeik szerint alkotnak, vagy azért van olyan, akinek van valami fajta előképzettsége? Egyáltalán nincs előképzettségük ezeknek a művészeknek, a legtöbben saját maguk belső készítetéseikre alkotnak, illetve saját maguk kedve szerint. Van, akik járnak megnézni egyéb kiállításokat, de azt mondhatjuk, hogy legtöbb arányban nincsen semmilyen képzettség és semmilyen külső behatás. Kilenc pont TV. Otthon, város, Ferencváros.